Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma november 13-a van Szilvia névnapja. Ma van a magyar nyelv napja. 170 évvel ezelőtt, 1844. november 13-án törvény által államnyelvi szintre emelték a magyar nyelvet. 225 éve pedig Benjamin Franklin egy barátjának a következő szavakat írta: semmi sem biztos a világon, csak a halál és az adó. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. A közvállalatokban tervezett reformokat nem lesz könnyű véghez vinni, mondta Alexander Vučić. A tartomány gyökeres átalakításából, a működésbeli változásokból semmi sincs, mondta Pásztor István. Egyes magánorvosi vizsgálatokra is kiterjeszteni a betegbiztosítást az egészségügyi miniszter. December 1-től fogyasztás alapján számlázhat a szabadkaiaknak a távfűtőművek. Szerbia megtesz mindent, amit a Nemzetközi Valuta Alap kér, mert az az ország javát szolgálja, jelentette ki Alexander Vučić, szerb kormányfő a Raiffeisen Bank gazdasági konferenciáján. Hozzátette, a közvállalatokban tervezett reformokat azonban nehezebb lesz véghez vinni, mint ahogyan azt gondolták. Nem lesz egyszerű véghez vinni a reformokat a közvállalatokban, ugyanis akár a dolgozók ellenállásába is ütközhetnek, mondta a szerb kormányfő. Azt is hangsúlyozta azonban, hogy az állami cégek foglalkoztatottjainak 70 000–80 000 dináros keresete jóval magasabb, mint a magánvállalatokban, átlagban 39 000 dinárért dolgozóké, és ezt a különbséget az állam már nehezen viseli. Разговарајући са људима из MMF-а и видећи њихове процене, знате колико су скептични и конзервативни, али и они већ за 2016-у предвиђају преко 1,5%, ако се не варам, а не варам се, и преко 2% за 2017-у. Ja mislim, da mi možemo nešto od toga da ubrzamo. A Raiffeisen Bank gazdasági konferenciáján felszólalt Dusan Vujović pénzügyminiszter is, aki elmondta, a jövő évi költségvetés sokkal szigorúbb kell, hogy legyen az ideinél. Csak azok a vállalatok maradhatnak fenn, amelyek nyereségesek. Moramo da usvojimo pravila i to smo ovim zakonima koje smo doneli počeli da radimo. Znači moramo da znamo koja su pravila, ko ih sprovodi, koja preduzeća ako nisu uspešna moraju da odu u istoriju. A rendezvényen az is elhangzott, a jövő héten a parlament elé kerülhet a tervezésről és építkezésről szóló törvény, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a külföldiek is szabadon építkezhessenek, befektethessenek Szerbiában. A támogatások, illetve a reprezentációra fordított költségek lefaragásán, valamint a szolgálati autókon kíván takarékoskodni a közvállalatok esetében a szerb kormány. Ennek érdekében a gazdasági minisztérium kidolgozott egy tervet, amely a mintegy 700 állami vállalat működésében fellépő gondokat hivatott megoldani. Nyilatkozta Zsejko Sertić, szerb gazdasági miniszter a Nemzetközi Valuta Alappal folytatott tanácskozáson. Az IMF küldöttsége különösen a közvállalatok helyzetéről érdeklődött, amely gyakran a pénzügyi gondok forrását képezi Szerbiában. Nem akart részt venni a tartományi hatalom átalakításában, mert el akarta kerülni, hogy bárki azt gondolja, hogy őt is megvásárolták, mondta Pásztor István, a tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A gyökeres átalakításból, a működésbeli változásokból semmi sincs, hangsúlyozta. Ez nem a szerb haladó párt és a demokrata párt közötti harc volt, hanem a demokraták küzdöttek egymás között azért, hogy ki hova kerüljön, ki menjen és ki maradjon, mondta a VMS elnöke. Szerinte a tartományi hatalom átalakítása után még bonyolultabbak a viszonyok a hatalmi koalícióban. Most Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke és a demokraták vezetője kell, hogy lépjen, döntsön arról, mi legyen a VMS és a DP partneri kapcsolatával, mondta Pásztor. Hozzátette, készek arra, hogy ellenzékből is politizáljanak. Hangsúlyozta, végzetes megoldás lenne rendkívüli tartományi választásokat tartani.
Szerbia és Vajdaság legújabb politikai történéseiről, valamint a tartományi adminisztráció következő lépéseiről tárgyalt ma Pásztor István a tartományi parlament elnöke és Michael Davenport az EU szerbiai küldöttségének vezetője. Davenport érdeklődött az új átalakított tartományi kormányról, valamint a nemzeti tanácsi választásokról is, amelyeket szerinte nagy figyelemmel kísértek. Pásztor kiemelte, a tartományi hatalom átalakítása után csak is nyílt párbeszéddel lehet a gondokból kijutni. Az elkövetkező másfél évben, ameddig tart a mandátumuk, meg kell oldani a tartomány pénzelésének és hatáskörének kérdését, de az alkotmányról és Vajdaság alkotmányos helyzetéről is tárgyalni kell, emelte ki Pásztor. Hozzátette, a köztársaság és a tartományi közigazgatásnak együtt kell működni, csak így lehet előrelépni. A betegbiztosítást kiterjeszteni egyes magánorvosi vizsgálatokra is az egészségügyi miniszter. Ha ezt bevezetnék, Szerbiában is ingyenessé válhatna a magánrendelők gyermekgyógyászati, általános orvosi és nőgyógyászati ellátása. A kezdeményezés nem új keletű, évek óta fontolgatják, egyelőre azonban nincs konkrét előrelépés az ügyben. Heteket, sokszor hónapokat kell várni a szakorvosi vizsgálatokra Szerbiában, amikor pedig végre eljön a nap, több órát kell üldögélni a váróban, mire a doktor fogadja a beteget. Ha sürgős esetről van szó, az emberek kénytelenek magánorvoshoz fordulni. Ezt azonban csak azok tehetik meg, akiknek elég pénzük van. Ljudi nemaju novac. Danas je neko ko ima penziju kao ja, što je 13.000 dinara, kako da plati privatnog lekara. A lekár mu je potreban. Itt nagyon sokat kell várni, 5 órát vártam pénteken csak, és privátul is muszáj volt elmenni, mert a kórházban nagyon, vagy nagyon sokat kell várni, vagy nem lehet mindjárt. Stári ljudi dojú újtú ráno, pa budi 11 száti, 12, pol dana cseka. Magyar Kanizsán is leterheltek az orvosok. Sok a beteg, a munkát pedig az is nehezíti, hogy nem csak a páciensekkel kell törődniük, hanem a papírológiával is. Kétfelé adminisztrálnak, párhuzamosan vezetik a kartonokat és a számítógépes nyilvántartást. Emiatt sokkal kevesebb idő jut a páciensekre. Szolidan, alaposan talán 40-50 beteget tudunk egy munkaidő alatt megnézni, megvizsgálni, de sajnos nagyon sűrűn szükség van arra, hogy 80-90 embert is elfogadjunk, akkor, hogyha épp helyettesítjük a kollégát. Dr. Szanya Burzán a Guinea nőgyógyásza szerint a magánrendelők egyes szolgáltatásainak ingyenessé tétele jó ötlet. Ha a betegbiztosítás érvényességét kiterjesztenék a magánorvosi vizsgálatokra is, az a betegeknek, az orvosoknak és az egész egészségügyi rendszernek is jót tenne. Neka pretpostavka je da bi sigurno postojala neka ograničenja, znači da ne bi pacijenti mogli neograničeno da koriste na račun svog zdravstvenog osiguranja usluge u privatnim ordinacijama, ali bi sigurno za te neke osnovne usluge za koje traže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sada u domovima zdravlja, da bi to mogli da ostvare sada u privatnim ordinacijama. Rövidebb várakozási idő, kevesebb elköltött pénz, elégedettebb betegek. Ezeket eredményezni az, ha a betegbiztosítást kiterjesztenék egyes magánorvosi vizsgálatokra is. Az egészségügyi miniszter bejelentette, tárcája kezdeményezi, hogy váljon ingyenessé a magánrendelők gyermekgyógyászati, általános orvosi és nőgyógyászati ellátása. Azt azonban, hogy ezt bevezetik-e és mikor, egyelőre nem tudni. Az év végéig 700 egészségügyi dolgozó foglalkoztatását hagyta jóvá az illetékes minisztérium. Zlatibor Lončár tárcavezető bejelentette, 340 orvos és 330 egészségügyi technikus kap majd munkát meghatározatlan időre. Nem csak a fővárosban, Szerbia szerte feltöltik az üres munkahelyeket. Az egészségügyiek múlt héten megtartott sztrájkja kapcsán a miniszter elmondta, folyamatosan tárgyal a szakszervezetekkel, hiszen közös a céljuk, az egészségügyi ellátás és az ágazatban dolgozók helyzetének javítása.
nem csökkennek az agrártámogatások Szerbiában, jelentette ki Snežana Bogoszávljević Bošković. Az illetékes miniszter elmondta, a szubvenciók és a prémiumok nem változnak a költségvetés módosításával, a juttatásokat a hatályos törvénnyel összhangban fizetik ki az év végéig. A mezőgazdasági miniszter jövőre is hasonló támogatások kifizetését javasolja majd, 7 dinár prémiumot literenként a tejre, illetve 100 eurót hektáronként azzal, hogy 20 hektár megművelt terület lenne a feltétel. Ez azt jelenteni, hogy aki nagyobb földterületen gazdálkodik, nagyobb támogatást is kapna. December 1-től fogyasztás alapján számlázhat a szabadkaiaknak a távfűtőművek. Az új elszámolási módszer értelmében megszűnne a 12 hónapon át fizetendő fix összeg. Ehelyett a háztartások csak a fűtési idény alatt fizetnék számláikat az elfogyasztott energiamennyiség alapján. Brinza Ildikó, a Pannon RTV munkatársa távfűtéssel melegíti 25 négyzetméteres lakását Szabadkán. A fűtési idényen kívül havonta eddig mindig mintegy 750 dinárt fizetett. Ezt a fix összeget egészében fizetnie kellett. Október 15-én megkezdődött a fűtési idény, és a számlán már az elfogyasztott kilovattórát is feltüntetik, majd az alapján fizettetik meg a fűtést. Én lecsavarhatom a radiátort, hogyha melegen van például, 5 fokozat van rajta, de ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet fogok fűteni. Illetve kevesebbet fogok fűteni, de ugyanannyit fogok fizetni. Tehát azt nem az alapján mérik. Nincsen az az allokátor a radiátoron rajta, amivel például elzárhatnám a fűtést, és úgy tudnám szabályozni majd a számlát. Számos lakásban nem a valós fogyasztás alapján számláznak, hanem a lakótömb fogyasztása és a lakás mérete alapján. Tavaly 8 dinár 24 parát kellett fizetni kilovattóránként. A szabadkai távfűtőművek kommunális közvállalat több mint 10 000 háztartást és közel 200 vállalatot tart melegen a téli hónapokban. A közvállalat egy új elszámolási rendszert vezetett be, ami új egységes árat eredményez. Odluka koju donela ovaj skupština grada Subotice je trebala u svakom slučaju da bude donesena mnogo godina ranije. Ennek értelmében az elfogyasztott energiát még a fűtési idény alatt ki kell fizetniük, nem halaszthatják szeptemberig, a végleges elszámolás pedig májusban kapják majd meg. A közvállalat felügyelőbizottsága javaslata szerint a jelenlegi árat valamennyivel megnövelni, így a magánszemélyek esetében 8 dinár 5 para lenne egy kilovattóra, a vállalatok esetében 10 dinár 62 para, míg az intézményeknek 10 dinár 20 parát kellene fizetni egy elfogyasztott kilovattért. Ova odluka je i odraz jednim delom i želja potrošača da ne bude ta dvodelna cena, nego da bude jednodelna cena. Amennyiben a városi tanács, majd pedig a VKT jóvá hagyja a javaslatot, az új árjegyzék már december 1-től életbe léphet. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Elhagyatott házakat adományoz fiatal házaspároknak a tartomány, így szeretnék újjáéleszteni a vidéki térségeket. Programokkal, előadásokkal, rendezvényekkel ünnepli a magyar nép anyanyelvét az egész Kárpát-medencében. Nagyfokú érdektelenség jellemzi a vajdasági ingatlanpiacon uralkodó állapotokat. A jogászok nem tanácsolják a jelentősebb üzletkötéseket az ügyvédek munkabeszüntetésének a befejezéséig, illetve mindaddig, amíg nem válik egyértelművé a közjegyzők hatásköre. Gyér az érdeklődés a családi házak és a lakások vásárlására iránt Újvidéken és környékén. Az egyik ingatlan ügynökség tulajdonosa már hetek óta egyedül nézegeti az értékesítésre felkínált házakat és lakásokat. Újvidék elit negyedeiben az egyszobás lakások ára 25 ezer euró körül alakul. Ennyi pénzért Zentán vagy Nagybecskereken már akár több mint 100 négyzetméter alapterületű családi házat lehet vásárolni. Ono što se očekuje u narednim periodu da verovatno neće doći do poboljšanja u tom pogledu iz unapred navedenih razloga. E sad ako bi gledali na sve zemlje jugoistočne Evrope koje su bile u periodu pristupanja Evropskoj uniji, tamo je došlo do
povećanja prometa i povećanja cena nekretnina pre ulaska i tokom ulaska tih zemalja u Evropsku uniju. A közjegyzőkről szóló törvény, illetve az ingatlanforgalmi törvény módosítása szeptember 1-i hatállyal előirányozta, hogy az ingatlanforgalmi szerződést kizárólag a közjegyző készíthető jegyzői közirat formájában. Ezzel azt próbálták magyarázni, hogy ezzel biztosabb lesz az ingatlan forgalom, nagyobb garanciái vannak annak, hogy a megvásárolt vagy ajándékba kapott ingatlan valójában tulajdonjogra is be lesz jegyezve, holott hiányosságai vannak ennek a törvények, ugyanis a közjegyzők semmilyen módon nem tudták, illetve nem is ellenőrizték le az adatokat, nem nyújtották be az adóhivatal felé, nem nyújtották be az ingatlanforgalom felé, úgyhogy egy ilyen felemás helyzet alakult ki. A jogász reményei szerint a folyamatban lévő törvénymódosítással megszűnnek a jogi hézagok, és újból biztonságos lesz az ingatlan kereskedelem. Régi és elhagyatott házak felvásárlásának programját mutatták be a tartományi kormányban. A házakat fiatal házas pároknak adományozzák majd, azzal a céllal, hogy új életet lehelyenek Vajdaság falvaiba. A cél az, hogy az állam felvásárolja és a falusi életmódot választó fiatal házas pároknak adományozza ezeket a házakat, amelyeknek az összege nem haladhatja meg az 1 millió dinárt. A tartományi költségvetésből erre a célra 40 millió dinárt biztosítottak. A pályázatra 2015. január 15-éig lehet jelentkezni. Ciljevi ovog konkursa su poticanje razvoja ruralnih sredina. Oživljavanje i pomlađivanje vojvođanskog sela, vojvođanskih sela, kroz dolazak dece i povećanje nataliteta. Zato mogu da kažem da će prednost u ovom konkursu, ukoliko bude više aplikanata, jedna od prednosti najnačajnije će biti i deca, odnosno broj dece koje imaju bračni parovi. Másfél évszázada költözött a szerb Matica Budapestről Újvidékre. A történelmi jelentőségű esemény alkalmából kiállítás nyílt Budapesten az Újvárosházán. A kiállításon a szerbek egyik legtekintélyesebb intézményét, a szerb Maticát mutatták be. Teljes 12 év telt el az ötlet megszületésétől addig a döntésig, hogy 1864-ben a szerb Maticát Budapestről Újvidékre költöztessék. Ez a lépés a szerb nemzetnek új erőt biztosított egy gazdasági és kulturális fellendüléshez. Működésének első szakaszában a szerb Matica könyv- és folyóirat kiadással, terjesztéssel és irodalmi pályadíja kitűzésével foglalkozott. A szerb Matica történetéről szóló kiállítást Budapesten az Újvárosházának dísztermében nyitották meg a héten. Mislim da je veoma važno da manifestujemo sve ono što je u kulturi uređeno na ovom prostoru, jer je to dobro, ajde kažemo prvo, za samu srpsku zajednicu u Mađarskoj. Time oni svakako stiču jednu dodatnu legitimaciju, vraćaju sve samom mađarskom narodu koliko je na ovom prostoru uređeno i za jednu drugu kulturu. Pa ja mislim da je ovo važno iz dva aspekta. Jedno iz aspekta srpske zajednice, da se ona učvrsti u svojom identitetu. I drugi važan aspekt je da se prezentujemo pred mađarskom javnošću, ne samo političnom, nego i kulturnom javnošću. Bitno je da Matica Srpska ima svoj status koji je na najvišem mogućem nivou u Srbiji, a sa što se tiče pokrene, mi smo upravo tu da to podržimo i podržamo sve aktivnosti Matice Srpske. A gazdag kiállítás és a kéziratok rámutatnak arra, hogy a budapesti időszak milyen jelentőséggel bírt a szerb Matica szempontjából. A szerb Matica a szerb nemzeti megújulás egyik legjelentősebb mérföldköve, amely a mai napig a szerb nép egyik legtekintélyesebb tudományos és irodalmi intézménye. Ma van a Magyar Nyelv napja. Programokkal, előadásokkal, rendezvényekkel ünnepli a magyar nép anyanyelvét az egész Kárpát-medencében. A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án fogadta el azt a határozatot, amelynek értelmében november 13-át a Magyar Nyelv napjává nyilvánították annak emlékére, hogy 1844-ben 5. Ferdinánd magyar király ezen a napon szentesítette a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt.
A Szabadkai Általános Iskola tanulói örülnek, hogy egyre több magyar nyelvű könyvet tudnak kikölcsönözni a könyvtárból. Örömmel vetik magukat bele a kalandos regényekbe vagy a szerelmes versekbe. Nagyon szeretek olvasni, főleg magyar íróktól, költőktől. Az egyik kedvenc íróm Janikovszky Iva, akinek nagyon szeretem a verseit és a költeményeit. Szeretek olvasni, és Tomasz Brezinától ilyen kalandos regényeket szeretek olvasni, például a Sárga csuklyások titka. A diákok nyelvművelő és helyesírási versenyeken, szavaló versenyeken, az általános iskolások művészeti vetélkedőjén is részt vesznek. Mindenek előtt a magyar nyelv, az anyanyelv biztosítja szerintem a tanulóknak a jövőjük alakítását, és a jövőképük már most ki kell, hogy alakuljon, egy elképzelés, egy cél, és mint magyar tanár ehhez próbálok sokszínű eszközt adni a kezükbe. A tanítási órákon kívül a szabad aktivitási tevékenységeken keresztül. A magyar nyelv napját az egész Kárpát-medencében még ünneplik. Az iskolákban verseket mondanak, megemlékeznek erről a napról. Van, ahol konferenciával, tanácskozással, nyelvészeti találkozóval emlékeznek erről a napról. Most például a Vajdasági Verbi Nyelvi Kutatóműhely a múlt hétvégén, szombaton és vasárnap, pénteken és szombaton Lendván járt, ahol egy ilyen Kárpát-medencét átszövő kutatóhálózat keretein belül egy konferencián vett részt, ahol ugyancsak a magyar nyelvre gondoltak. A Magyarországgyűlés 2011-ben fogadta el azt a határozatot, melynek értelmében november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánították annak emlékére, hogy 1844-ben 5. Ferdinánd magyar király ezen a napon szentesítette a magyar nyelvet hivatalossá tévő törvényt. Az óvodásokkal és a kisiskolásokkal való közös foglalkozás segíti a legkisebbeket abban, hogy könnyebben beilleszkedjenek az új környezetbe. Ezt a gyakorlatot ápolják abban a nagybecskereki általános iskolában is, melyben még megmaradtak a magyar osztályok. Ismerkedésre, barátkozásra és egy kis közös foglalkozásra 30 nagybecskereki és lukácsfalvi gyereket vittek el a szülők szerda délután a nagybecskereki Szonya Marinkovics általános iskola játszóházába. A mai foglalkozásunk egyik azoknak a foglalkozás sorozatoknak, amit mi már a gyermekét alkalmával elkezdtünk. A foglalkozás célja, hogy a jövendőbeli kis elsőseink megismerkedjenek a tanítónénikkel és iskolánkkal. A szorványban nagy odafigyelésre van szükség a legkisebbek beiskoláztatásakor. A diákbuszoknak köszönve nagybecskereken ugyan megoldódott a kisdiákok utaztatása, de gond, hogy évről évre csökken az iskolába induló magyar gyerekek száma. Volt már, hogy az utolsó pillanatban állt össze a magyar osztály megnyitásához szükséges minimális létszám. Szerencsére jövőre nem lesznek ilyen gondok. 12-14 magyar elsősre számítanak. Egy alkalommal kicsikkel tartunk egy ilyen közös foglalkozást az óvodásokkal és a kisiskolásokkal, mégpedig gyurmázni fogunk, tehát elmondunk nekik egy mesét, amit már úgy ismernek és mindannyian, de úgy emlékeztetőül, és a mese alapján fognak ők majd körplasztikát, vagyis megjelenítik a mesehősöket. Ez volt a harmadik ilyen jellegű közös foglalkozás, amelyen az óvodások találkozhattak leendő tanítónéniükkel. Az első osztályosok pedig megismerkedhetnek jövendőbeli iskolatársaikkal. Már tavaly is ilyen foglalkozásokat szervezett az iskola, ami nagyon jól jött ugye neki, hogy sokkal könnyebben elfogadta magát az iskolát, hogy amikor szeptemberben ide belépett, akkor nem egy idegen környezet és idegen emberek fogadták, és valahogy könnyebben megírondultak az iskolás évek. Most is ugye itt rögtön megismerkednek ugye az új elsősökkel. A foglalkozások a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával folytatódnak. A következő alkalommal játékos énekórára várják a gyerekeket.
Már 5000 fölé emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak száma, adta hírül szerdán az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO. Legújabb jelentése szerint múlt vasárnapig 14.098 embert betegített meg a járvány, közülük 5160-an meghaltak. A februárban kezdődött ebola járvány minden idők eddigi legsúlyosabbika. Afrikában már több mint 10-szer pusztított a ragály az utóbbi 4 évtizedben. Az ukrajnai tűzszünet összeomlásától tart az ENSZ. Hozzáteszik, komoly veszélyben van a szeptemberi Minszki megállapodás nyomán létrejött tűzszünet Kelet-Ukrajnában, és félő, hogy kiújulnak a súlyos harcok a térségben, mondta szerdán a Világszervezet egy magasrangú képviselője a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén. A találkozót az Egyesült Államok kezdeményezésére hívták össze azért, hogy megvitassák a kelet-ukrajnai helyzetet az orosz hadoszlopok behatolásáról szóló hírek tükrében. Folytatta pazar szereplését a Londonban zajló ATP világbajnokságon Novák Djokovic. Az A csoport második fordulójában 6-3, 6-0-ra győzte le Stanislav Wawrinkát, miután mindössze 3 játékot vesztett a svájci játékos ellen, és a második játszmában ráadásul le is nullázta ellenfelét. A 6,5 millió dollár összdíjazású londoni keménypályás tenisztorna harmadik fordulójában a cseh Tomáš Berdychel csap össze. Jövőre felújul az atlétikai pálya Szabadkán, erről döntöttek ma a város vezetői és a Szerbia Atlétikai Szövetség képviselői. A felújított atlétikai pályán 2017-ben Európa-bajnokságot rendezhetnek Szabadkán. A munkálatok költségeit az Atlétikai Szövetség és Szabadka önkormányzata közösen finanszírozzák. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly előrelépés lenne Szabadkának a sport minőségére vonatkozóan, hogyha ezt a projektet megvalósítsuk a következő évben, és mindenféleképpen a városnak, illetve az országnak az érdekét, és természetesen a sportnak az érdekét szolgálna, hiszen előfeltéket teremtene arra, hogy az atlétikat újra olyan eredményeket érhessen el itt Szabadkán, amelyet az elmúlt több évtized folyamán igenis országos szinten elért. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek még egyszer egy-egy mondatban. A közvállalatokban tervezett reformokat nem lesz könnyű véghez vinni, mondta Alekszandr Vučić. A tartomány gyökeres átalakításából, a működésbeli változásokból semmi sincs, mondta Pásztor István. Egyes magánorvosi vizsgálatokra is kiterjeszteni a betegbiztosítást az egészségügyi miniszter. December 1-től fogyasztás alapján számlázhat a szabadkaiaknak a távfűtőművek. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat elolvashatják és visszanézhetik a pannonrtv.com oldalon. Most következik a közügyek Bakos Viktor műsorvezetővel és Loboda Árpád felelős szerkesztővel. Szó lesz a szabadkai távfűtőművek tervezett megfizettetési rendszeréről, az ingatlan piacról, valamint a betegellátási rendszerről is. Maradjanak továbbra is velünk, én 8 órakor újra híradóval várom Önöket. Viszontlátásra!